A leghidegebb város a világon. Belegondoltál már abba, hogy milyen hideg van kint, amikor ilyen mínusz 1-2 fok van, és milyen hideg lehet kint, hogyha mínusz 71 fok van. Ebben a városban szinte mindig ennyi az idő. Ha te még nem ismered a csatornámat, és nem lennél feliratkozva, akkor ezt most tedd meg, mivel minden nap délután 4 órakor új premier, és így biztosan nem fogsz lemaradni. Nézzük meg együtt. És pedig a legjobban azzal tudnád támogatni, hogy nyomnál ide egy lájkot, és megírnád kommentbe, hogy te élnél ebben a városban vagy sem. 1632-ben alapították meg, és az időben pedig van egy eltolódás, ami hozzánk mérve eléggé komoly. Ha most itt például mindjárt 1 óra lesz, ott mindjárt 8 óra lesz. 311.760 fő lakik itt, ezt 2018-ban mérték, és ahhoz képest elég drágák amúgy a szállások, ilyen 20.000 forint például 1-2 éjre, ha csak a hideget nézzük, ha pedig így összességében helyett nagyon szép és jogos. Ha lehet hinni az adatoknak, akkor éppen most utána kerestem, és jelenleg mínusz 120 fok van, ami egy nagyon jó helyzet. Olaszországban található és 1,2 millió négyzetmérföld a leghidegebb város néven terjedt el, hatalmas területen fekszik el Oroszországban. Hogyha így a földet nézzük, mint egy gömb, ez van a legmagasabban, mint város, a leghidegebbhez közel. Jakutská neve, eleinte a várost egy fotós kereste meg a projektjéhez, a földön egyetlen helyen sem, egyetlen városban sem tapasztalható még egy ilyen szélsőséges hőmérséklet. Általában az alaphőmérséklet olyan mínusz 40-mínusz 70 között mozog, volt már állítólag mínusz 83 fok is. Képzeljétek el, hogy tegyük fel mínusz 1 fok van, és ezt szorozzátok be 83-mal. 83-szorosan hidegebb van. Minden jeges, ködös, árnyékos, eltakarják a kilátást, és ha valaki kilép a szabadba, annak konkrétan kihívásá jutnél egy sarkot. Az is nagy feladat, hogyha te szeretnél fotózni vagy videózni, mivel szinte gondoljátok, hogy a készülékek azonnal kuka. Tehát elég komoly felszerelés kell ahhoz, hogy te ott tudj valamit videózni. Ez a hőfok mit vált ki a lakosokból? Nem gyakran tudnak építkezni a hihetetlen hideg miatt, termőföldet biztos, hogy nem tudnak kialakítani. Repülőgépeknek esélytelen ezen a részen például fel vagy leszállni. A zöldségek, amik itt lehetnek, azok nem lehetnek a legfrissebbek. Télen a földgazdáknak eléggé nehéz dolgok van, ugyanis gondoljatok bele, hogy ilyen hidegben egy az, hogy nem lehet kint szinte semmit csinálni, másik, hogy befagy minden, az összes zöldség minden, akár befogy a földbe, vagy nem lesz belőle semmi, elég érdekes helyzetek szoktak kialakulni. De legalább a melegre nem paraszkodhatnak, az biztos. Egyébként akiknek a videóját bevágtam, azokat leírtam a leírásba. Bár az is nagyon fontos megemlíteni, hogy nem mindig van itt ilyen hideg, voltak már például esetek ilyen nyárias időkben, hogy 38 fok is felment, tehát eléggé ingadozó, hogy mikor milyen idő van. 1891-ben például mínusz 64 Celsius fok volt, ami megint csak a teteje a hidegnek. Mondhatni télen van ez a nagyon komoly hideg a téli hónapokban. Ez a tömör sztori ennek a kisvárosnak, írd le a kommentet, hogy te kibírnád ott akár egy napot is. Ha szeretnél több ilyet, nyomj egy lájkot, ha támogatnál, iratkozz fel, találkozunk rá közelebb, sziasztok!